Polgármester úr, a pandémiás helyzet ismételten fokozódik, emelkednek a számok az országos híradásban. Zalaszengróton mi a helyzet, mire lehet számítani? Jelen tudomásom szerint egy igazolt koronavírus Sos betegről tudok. Ha visszaemlékezünk, egy évvel, pontosan egy évvel ezelőtt itt tombolt a második vagy harmadik hullámát, nem is tudom követni. Nagyon jókor jött most a, az őszi szünet. Szerintem, ha esetleg gyerekeknél vannak olyanok, a tünetmentesek, de koronavírussal fertőzöttek, akkor azt most itt a őszi szünetbe ki tudják pihenni magukat, mert azért tavaly is lehetett látni, hogy, hogy a góc pont azért ott a gyermekek körében volt. Hála Isten náluk azért enyhébb lefolyás ez a vírus. Biztos annak is, nem biztos, nagyon-nagyon nagy jelentősége van, az az elég jelentős az átoltottság, nem csak hazánkban, hanem itt Zalaszengróton is. Én ezt szeretném mindenkinek mondani, hogy amendi még nem tették, meg vegyék fel az oltást, ugye már harmadikat is lehet kérni, de természetesen felkészültünk, hiszen az elmúlt másfél évnek a tapasztalatai alapján tudjuk, mit kell tenni. Eddig is tudtuk, tehát azért az, hogy nem voltak nagyobb problémák, az Nagyrészt az intézményrendszerünknek és az önkormányzatnak volt köszönhető, feltöltlenítettük a játszótereket, kapcsolatban voltunk a hatóságokkal, folyamatosan ki kell az egészségügyi központunkat, az egészségügyi központnak a vezetőjét, a szociális és családsegítő központnak a munkatársát, a polgárőröknek a segítségét, tehát föl vagyunk készülve rá. Véleményem szerint nem lesz akkor, mint tavaly volt, de nyilvánvaló mindent meg kell tenni, hogyha esetleg megint felüt a fejét itt nálunk nagyobb szám az alszengzóton, akkor ezt hogyan tudjuk megakadályozni? Az őszi szünet végével jön a minden szentek és halottak napja ünnepe, ami azt jelenti, hogy családosan, illetve tömegesen járnak az emberek temetőbe. Fel lehet -e erre készülni, illetve magára a temető látogatásra és az ünnepekre, hogyan készül a város? Hát ugye, ha most pont a kapcsolatban, az én észre javaslom az, hogyha tényleg nagy számban megyünk, vagy hát ugye nem csak az Alszágrotti alsz temetőbe jövünk, ahol mondjuk, ha szeretnénk, be tudnánk vezetni a maszkordási kötelezettséget, nem kívánjuk, de felhívjuk a figyelmet, amennyiben tehetik azért. Vegyék fel a maszkot, ha pedig elmennek valahol máshol, -val más településekre, én ott is kérem azért a a látogatóktól a, a, fokozott védelmet. De nyilvánvalóan, hogy ez a halottak napja minden szentek nem erről szól, nem a pandémiáról szól, hanem arról, hogy elmegyünk és emlékezünk szeretteinkre. Mint minden évben Zalaszengrót városa is fokozottan készül fel erre a látogatásra, és már jó pár héttel ezelőtt elkezdtük a temetőket körbejárni, esetleges problémákat megszüntetni, felhívni a figyelmet a polgárőröknek is, hogy akkor itt fokozottabban jár vagy a rendőrség munkatársainak, hiszen igaz, hogy Zalaszengrótól nem szokott előfordulni ilyenkor gépkocsi feltörés, de ne is forduljon elő. Tehát jó kapcsolatban vagyunk a, a rendőrség munkatársaival, tehát körbenézünk, mindent megtettünk eddig ez, és mindent meg is fogunk tenni azért, hogy méltóképpen emlékezhessenek szeretteikre az ide látogatók, zalaszengrót és a város látogatók. Ezek mellett és a temetők kapcsán még milyen teendői vannak? az őszi, illetve téli időszakra nézve a városnak? Hát ugye ez a klasszikus városüzemeltetés, a lomboknak a, az elvitele, a meccsésnek az elkezdése, elkezdülni az idő, akkor tárgyalunk a, a, azokkal az vállalkozókkal, akik a, a Előreláthatólag a havat tolni fogják, tisztítani fogják, megvásároljuk azokat a sikosságmentesítő eszközöket, a szociális tűzifáról fogunk hozni egy határozatot, hogy kik kaphatják meg, fokozottan figyelünk a embertársainkra. Tehát ilyenkor megvannak azok a feladatok, készülünk az ünnepekre, mint minden család, és bízunk benne, visszautalva az első kérdésére, hogy egy nyugodt ünnepek elé fogunk nézni, és az átmenet az új esztendőben, tehát a 2022-es év egy sokkal jobb lesz, mint a 2021-es. Egészséges városok gyűlése lesz itt Gróton információk szerint. Mit lehet erről tudni, miről fog szólni ez a gyűlés, milyen témában gyűlnek össze a képviselők? Hát ugye minden legfontosabb, hogy szépen, nyugodtan menjünk át az új esztendőbe, boldogok legyünk ennek az egyik legfőbb záloga, az pedig az egészség, és Zalaszengrót városa már jó pár éve az Egészséges Városok kárpát merencei Szövetségének az egyik tagja, és az idei esztendőben itt lesz nálunk Zalaszengróton rendezzük meg ennek a szimpóziumát, tehát egy ilyen ors országos rendezvényét. Tavaly esztendőben Szentendere lett volna, de nem tudták megrendezni, és itt nem az egészségügyről beszélünk, hanem magáról az egészségről. Ez egy háromnapos rendezvény sorozat lesz. Nagyon fontos az, hogy Zalcsengróton működik az egészségfejlesztési iroda, és nálunk is ezt a szakmai munkát, amit ott végzünk ebbe a szövetségben, azt ők végzik beszélni, beszélni, beszélni kell róla, azon túl, hogy beszélni kell róla, az egészségről tenni is kellene, egészséges táplálkozás, a mozgásszegény életmód melletti tevékenységeknek a, bővítése, különböző rizikófaktoroknak az elkerülése, ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy mi magunk is egészségesebbek maradjunk, úgyhogy ennek a szervezetnek lesz az országos konferenciáit, erre nagyon büszkék vagyunk, és bízom benne, hogy is elindul majd egy olyan folyamat, amitől az Alszengrót város lakossága még egészségesebb lesz, és ezáltal még boldogabb. Egy másik országos szervezet, a Tőosz egyik gyűlése is itt zajlott le az elmúlt hetekben Zalaszengróton, aminek Zala megyei elnökeként vett részt. Mi hangzott el az ülésen? Pontosítani, kicsit távolabb Zalakaroson volt a Tőosz regionális fóruma. Előtte volt Siófokon egy országos ülés, most egy ilyen kétnapos konferencia volt, és itt az önkormányzati is a kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk a minisztériumi dolgozókkal, és hála Isten, hogy vannak jó hírek is. Hiszen láthatjuk azt, hogy a Modern Városok programjában a megyei városokat támogatják, és... Akárha ellátogatunk Zaegerszegnél, lehet látni, hogy a múzeum megújul, a, a, a sportcsarnok, az Uszoda, stb. lehet mondani, egy elkülönített pénzt kaptak rá. És az 5000 alatti településeken pedig a magyar falu programban kapnak támogatást az ott élők. Tehát kihagyták az 5000 és a megyei joguk közötti városokat. Régebben volt róla szó, hogy ez a modern kisváros programot elindítják, de ezt mindig elindították, megszüntették, elindították, megszüntették. Most kaptunk ígéretet rá dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úrtól, hogy a kormányzat foglalkozik vele. Föltette a kérdést, hogy eddig is több éven keresztül foglalkoztak vele, de lesz-e foganatja, és azt mondják, hogy heteken belül a struktúrát ki fogják találni. Van mire elkölteni itt is. A pénzt. Legfőképpen én most azt mondom, hogy az elmúlt évek, az elmúlt évtizednek az egy hatalmas fejlődésen ment keresztül a város. Azért meglátjuk, hogy azért infrastruktúrailag, az intézményi rendszerileg azért megoldottuk a problémákat, nyilván az óvodának a Batyányúti épületét még meg kell oldani, az általános iskolának a Kossuth utcai épületét az még fel kell újítani, és ami kimaradt az egész blogból, az a művelődési központ, már többször is beszéltem róla, tehát azért ez a 50-51 éve átadott művelődési központ az akkori korkövetelmények maximálisan megfelel, de nyilvánvalóan egy nagyobb rekonstrukció elférne rajta, főleg azért, mert az elmúlt fél évszázadban azért megváltozott a világ, megváltoztak az igények. Én azt szeretném, és mindenhol ezt mondom, de nem csak én, hanem az önkormányzattal együtt, hogy ez egy kiemelt projekt lenne nálunk, hogy teljesen modernizálni, és mint művelődési központként vagy funkcionál, vagy akár mindegy ilyen, tulajdonképpen egy járási központ, ez egy közösségi tér, egy agóra, vagy bárhogy nevezzük, ez egy Zalaszengróta nincs zárható ö, kiállító terem. Tehát a múzeumunk a kiskastélyban, önhibánkon kívül, ugye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelője az épület, ugye ez egy teljes beázás volt, mi nem tettünk róla, tehát az a gyűjtemény is megvan még az alamegyei múzeumok igazgatóságán, annak is lehet, hogy lehetne helyet biztosítani, már olyan modern keretek között, amivel be tudjuk vonzani a, a látogatókat. Tehát ez nagyon fontos lesz ez a, a, modern kisvárosok program. Emellett természetesen még voltak a Top Plus programok, amik ugyanolyanok, ugyanolyan kírások lesznek, mint az elmúlt években voltak, és ezeken is szeretnénk indulni, mondom kiemelten a az óvoda, általános iskola, a műfház, most nem tudjuk milyen keretek között, csapadékvizelvezetés, nagyon sikeres volt a szociális városrehabilitációnk, aminek következtében ugye ezt a gyár utca végén a szegregátumot úgy néz ki már, hogy a célegyenesben vagyunk, föl tudjuk számolni, úgyhogy méltó elhelyezést tudnak az ott lakók biztosítani maguknak. Tehát folyamatosan fejlődik a város, és mi folyamatosan előre tekintünk, és tele vagyunk ötletekkel, tehát abban nincsen hiány, forrás kell hozzá. Nyilvánvaló az, hogy a kormányzat megvonta tőlünk a gépjárműadó helyben maradó részét, az egy nagy érvágás nekünk, az is egy nagy érvágás, hogy a pandémia miatt várhatólag az iparüzési adó bevételünk is csökkenni, fog, emellett az külső forrásokat kell igénybe venni, és ugye itt nem lehet kihagyni azért a, a fürdőnket se, mert annak is ugye most volt a a 20 éves születésnapja, 2023-ban meg a fedett résznek lesz a 20 éves fennállása, tehát nyilvánvalóan azt is fejleszteni kell, akár energiahatékonyságban, akár egy napelemparkkal, akár hogyan szállásférőhely bővítéssel, ott is pályázati források, és magántőkét szeretnénk bevonni. Tehát elképzelések vannak, úgyhá, és ha kellő forrás áll rendelkezésre, akkor ezt meg is tudjuk valósítani.